A Magyar Mérnöki Kamara épületgépészeti tagozata Szolnok városát választotta az első országos rendezvényének egyik helyszínéül. A Baross Gábor Gépipari Közlekedési Szakgimnázium és Szakközépiskolában évek óta indítanak épületgépész technikus képzést. Ez egyre népszerűbb a fiatalok körében. Jelenleg 15-en tanulják ezt a szakmát. A testvérem is ebbe az iskolába járt, a szakmát azért választottam, mert megtetszett a gyakorlati része, és szeretem úgy az egész szakmát. A mai napon a Baross iskolában tartottak egésznapos szakmai fórumot és előadásokat. Ezek a műszaki fejlődés új lehetőségeiről és a szakmában felmerülő megoldandó feladatokról szóltak. Gyártói képviseletek, kereskedők fognak előadásokat tartani, megtekintik az iskolának a laborját, a létesítményét, és reményeink szerint támogatni fogják az iskolát a labor fejlesztésében, illetve további szakmai napok szervezésében. Az épületgépészet korunk egyik legmeghatározóbb mérnöki szakterülete. Ennek emblematikus programja a Magyar Épületgépészet Napja, melyet eddig minden évben a fővárosban rendeztek meg. Azért is nyitottunk most az országos rendezvény sorozat felé, és az eddigi Budapestre koncentrált rendezvényt országosra tenni, hogy a szakiskolákat, elsősorban a szakiskolákat bekapcsoljuk a rendezvény sorozatba, hogy a jövő generációja is lásson valami fantáziát, vagy minél több fantáziát az épületgépész szakmában. Az Épületgépészeti Múzeum egy kiállítás kihelyezésével támogatja a szakmai napot. A tárgyakat az intézmény diákjai újítják fel, hozzák azokat bemutatható állapotba, ezzel is gyakorlati tudást szerezve. A Magyar Mérnöki Kamara Szervezőbizottsága november 26-a és 30-a között várja az érdeklődőket az ország több pontján. Többek közt Budapesten, Debrecenben és Pécsett is. A helyszínek és programok teljes listáját a találkozunk.hu oldalon olvashatják.